elmondtatok már itt előttem. De én is el szeretném mondani a mostani tevékenységünkről is, meg egyáltalán, amit én is leírogattam ide magamnak, a 35. évforduló alkalmából. Végtelen nagy öröm és tisztelet tölti el a szívemet, amikor egy kis közösség 35. születésnapját köszönhetem. Köszöntöm az alapítót, aki sajnos már csak egymagában van itt jelen, és a követőiket, akik ma is viszik tovább a nemes feladatot. A klub, mint már említettük, azzal a céllal jött létre, hogy összefogja az idősebbeket, lehetőséget adjon számukra a találkozásokra, segítséget nyújtson az egyedülélőknek mindennapi gondjaik megoldásában. Ismereteiket, látókörüket bővítse, olyan előadásokat szervezzen számukra, mely érdeklődésüknek megfelel. Azt mondhatom, hogy ma is ugyanez vagy hasonló a klubunknak a célja. A közösségben megtapasztalhatjuk az egymásért való tenni akarás, néha aggódás. Mindig örülünk, ha találkozunk, ha együtt lehetünk. Olyanok vagyunk, mint egy nagy család. Vannak terveink a jövőre, és vannak hagyományaink. Terveinkön szerepel sok-sok kirándulás, mint ahogy már tettük is ebbe az évben, hiszen kirándulni voltunk Moson-Magyaromváron. Elmentünk Csanakra egy meghívásra, nagyon jól éreztük magunkat. Elvoltunk egy nyúli kiránduláson, a Borvidéken, a Pincesoron. Igaz, hogy nagyon elásztunk, de előttünk, hogy először kívülről, aztán melegítettük magunkat. A zubogot se előtte, se utána nem esett, de akkor esett. Pincézni ilyenkor? Hát ez az. Csak olyan lucskosak voltunk, hogy ez nem igaz. Nos, terveinket igyekszünk megvalósítani. Hagyományos programjaink a farsang, a nőnap, a húsvét, idősek napja, karácsony, hogy csak néhányat sorolják fel közülük, nagyon fontosak a számunkra. Nagyon jó kapcsolatot ápolunk az óvodával, évek óta tavasszal mi vagyunk a mesélőlagyik, mindig más-más csoportba teszünk látogatást. Ők is viszonozzák a mi látogatásunkat anyák napján, karácsonykor, nagyon kedves, megható, szívhez szóló műsorral kedveskednek nekünk. Kerek évfordulót ünneplő tagjainkat minden évben felköszöntjük a születésnapjukon. A város életében is igyekszünk erőnkhöz mérten részt venni, hisz a személyes példamutatás az utókor számára nagyon fontos. Jelezni szeretném nyitottságunkat mindenki felé, aki jó közösségre, társaságra vágyik, érdekli korunk társadalmi, kulturális, technikai kihívásai. A kultúra értékeinek az ápolása, megőrzése, a szülőföld, a hazaszeretete, óvása. A magam részéről azt kívánom, hogy nagyszerűen összekovácsolódott kis közösségünk szeretetben, békességben és egymás segítve érjünk meg még sok-sok együtt töltött évet. Azoknak, akik támogattak, segítettek bennünket. Először is a polgármester úrnak szeretném megköszönni a Ez nem erről, de...
és Nagy Péter igazgató úrnak. Nagyon-nagyon sokat tettek a klubunkért, és segítettek bennünket meghívó készítésben, minden egyébben. Vámosi Né Marika, szeretném önnek megköszönni legelőször is, hogy... Aztán itt van én híreiben is, nagyon-nagyon sokat tett a klubért. Langné Balázs Ilona, neki is szeretném. És most akkor, ha végeztünk a beszédekkel, akkor szeretnénk egy kis ünnepi műsort is adni. Megkérném először is az Ilimérit, hogy mondjál azt a kedves kis verset, amit nekünk szántál le az alkalomra. Kedves ünneplőtörés, kedves nyugdíjas társaim, kedves vendégek, meg kedves meghívottak. Szeretettel köszöntök mindenkit, és engedjék meg egy pársor kis versikét felolvassak. Vargáné Csipő Terézia, jó tanács! Ha elfáradtál, mert elmúltak az évek, ne csüggedj, keresd a korodnak megfelelő szépet, ami mellett fiatalon elmentél rohanva, most ráérsz megnézni, botra támaszkodva. Neves, szeress, a bajt soha ne keresd. Örülj a mának, holnap már rosszabb is lehet. Keresd barátokat, bánatodat oszd meg, ha osztad bármit is, egyre kevesebb lesz. Soha ne hidd, hogy a sorsod a legrosszabb, mindenki magát hiszi a legnyomorultabbnak. Légy vidám, mert teljesen mindegy, az élet úgysem áll meg, és így sokkal könnyebb. Ne sajnáltasd magad, légy arra büszke, sok mindent áttértél, és mégsem törtél össze. És mert visszahozni semmit nem lehet, fogadd el így, és élj emberhez méltó életet. A sok férfi között. Hazafel is legyen szemben. És most megkérném szépen a dalkönnek a tagjait. Énekeljenek nekünk egy kicsit. Sejt vissza húzás, szedeget a vadgalam. Szépen szól a kis vidnyévi nagy haram. Csalasz felé mind a két oldalára. Sejt szerettele van a legény hiába. Oh!
van.